Jó estét kívánok, ez a 48 perc, az M1 és a híradó.hu közös élőben sugárzott hírháttér ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsorházi gazdája. Életének 87. évében elhunyt Szilvió Berlusconi. Berlusconi az az ember volt, aki ismerte és szerette Olaszországot úgy, ahogyan az van. Ez nem egyértelmű és nem magától értetődő jelenség manapság a politikában. Felül tudott kerekedni Olaszország tradicionális érdekellentétein, ideológiai, politikai megosztottságán, a néptől és a valóságtól idegen moralizáláson. Felismerte, hogy kikkel, mikor, hogyan kell érdekszövetséget kötni, és azt is tudta, kiknek lehet és kiknek nem lehet soha az adósa. Az utolsó olyan nyugati államférfi volt, aki tudta, mit jelent a szuverenitás, és képes volt azért megküzdeni. Csak annak mutatott tiszteletet, akiről azt érezte, hogy az kiérdemelte. Nem véletlen, hogy elnöksége évei alatt Olaszország a saját történelméhez és adottságaihez viszonyítva nehéz súlyú tényező volt Európában. A kelet-európában szokatlan extravaganciája, vérbő humora tette igazi olaszszá. Lehet szeretni, lehet utálni, de a mai kartonból kivágott papírmasé politikusokkal ellentétben ő egy igazi vezető volt. Üdvözlöm a vendégeimet, Államista Gábort, Fodor és Pász Ágoston Sámuelt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Jó, az első értem. kérdés... Szervusztok. Az első kérdés, hogy kicsit értékeljük berlusconi a hagyatékát. Tehát ha, ha, van ilyen, mit hagyott ránk, mi az, mit tanulhatunk az ő politikai karrieréből? Hát ha kezdhetem én, akkor folytatvám azt, ami ugye bevezető szöveg volt, biztos, hogy egy jelentős politikusa volt, Európának és Olaszországnak, és már önmagában, aki ismeri az olasz politikai életet, ezt tudja, hogy az már egy jelentős tényezőnek számít, aki valaki ennyi ideig tudott miniszterelnök lenni Olaszországban. Ugye mielőtt Berlusconi a színpadra lépett, Tulajdonképpen évente egymásnak adták a stafétabotot az olasz miniszterelnökök, és ugye ne felejtjük el, hogy egy nagyon súlyos politikai válság robbant ki Olaszországban a 90-es évek elején, ami nem csak a jobb oldalt, lényegében az egész tradicionális, hagyományos olasz politikai életet felrobbantotta a lásta. És Berlusconi ez egy érdeme szerintem, hogy a romokban heverő jobb oldalt azt valamilyen módon összerakta akkor ugye sikere vezette, utána megbukott, de aztán visszatért, és egy hosszabb periódusban pedig miniszterelnök volt, ugye kétszer is még, még azután. Tehát ez szerintem önmagában nagy teljesítmény. A, 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 a effektív az érdemi munkája, szerintem minimum ellentmondásos. Tehát most ugye egy, egy halálhír kapcsán beszélünk róla, azt gondolom az illendőség és azt kívánja, hogy nem menjünk túl bizonyos határokon, de ugye ezek az érdemei, amiket elsoroltam, és a, a másik oldalon az extravaganciája, ahogy viselkedett, tehát az unga-bunga partiktól kezdve minden más, amivel beírta magát a nemzetközi közéletbe, hát ezek nem hiszem, hogy követendő példák lennének, mondjuk egy jobboldali konzervatív politika számára, és ugye erről szólt a bevezető, hogy ez egy vérbő politizálás papírmassé politikusokkal szembe, stb. stb. Hát a baloldalon is vannak érdekes politikusok, meg liberális oldalon is, ugye akár Tony Blair-től, akár Guy akik érdekes karakterek, tehát Berlusconi is karakter volt a maga módján, ez az, ami hogy a minimum ellentmondásos. De talán tehát... az lehet értékelni benne, hogy nem volt képmutató. Tehát ő, soha nem tagadta el. Az egyik legnagyobb botrányában valami olyasmit mondott, hogy tudjátok, nem vagyok szent. Tehát nem próbált másnak látszani, ellentétben sok mai politikussal, akik ott ülnek az Európai Parlamentben, elmondják, hogy rettenetes a korrupció, rettenetes ez, rettenetes az, és aztán kiderül, hogy bilincsbe viszik el őket korrupció és más dolgok. El. Ez kétségtelen erény, ez való igaz, és ilyen értelemben még, ha egy mondatot ezt hozzáteltek, hogy Ugye Berlusconi, amikor megjelent, azt mondták, hogy a populizmus jelenik meg Európában a politikai életben, és ez egy érdekes dolog, mert ugye a populizmusnak azért általában pejoratív értelemben használjuk, de van ennek egy pozitív értelme is, méghozzá az, hogy, hogy a a nép, tehát a, a klasszikus vett nép gondolkodására vagy rezonálni a népnek a, a, a hétköznapjaira, úgy tetszik, a mentalitására, és ez Berlusconi nagyon jól megcsinál, tehát az olasz néplélekre, pont amit most te mondtál, uh -huh. az olasz néplélekre nagyon jól rezonált az, amit egyébként Berlusconi képvisel. Egy színházi ember, mit lát egy ilyen szimpatikus? Fantasztikus, fantasztikus fiúról volt, én azt gondolom, hogy én a politikai teljesítményét kevésbé tudom mérni, mint ti, akik foglalkoztak, de én azt gondolom, hogy ember, mint jelenség, azért az azért nem véletlenül választották meg, választották meg háromszor miniszterelnöknek. Tehát, hogy ő tényleg tudott olyan emberként viselkedni, hogy a, a kávézóba leült az emberek közé szemrebenés nélkül, megsimogatott egy rendőrnőt egy autó mellett szemrebenés nélkül. Tehát ezért ig igazi ember volt, amire gondoljátok végig, hogy milyen az, amikor valakit temetésén megtapsolnak, tehát a Kuporsóba. Tehát azért sokat elárult a temetés arról, és akik részt vettek ezen a temetésen, hogy azért nagyon-nagyon nagyra becsülték. Tehát, és az, hogy tényleg nem tartott magáért maszkot, hanem ő az olasz emberek életét. Tehát ő olasz volt, izigvérig olasz volt, izigvérig szolgálta az országát. Tehát az, hogy nem nagyon rejtette végighall a vérmérsékletét, nem nagyon óvatoskodott ebbe, és hogyha volt valamilyen abba beleállt, tehát nem súnyogott, én azt gondolom, hogy ezt tette igazán nagy politikussá, a politikai teljesítménye mellett, hogy emberarcú politikus volt, ami tényleg, a bevezetőben volt, most már ritka Európában. És egy 30 éves politikai teljesítményről beszélünk. Gábor utalt rá, hogy amikor nagy válságban volt Olaszország, ugye a 90-es évek elén akkor állt egy új politikai mozgalom élére, hatalmas felhatalmazást szerzett, és miközben azt gondolnánk róla a extravagáns stílusa miatt, hogy ő mindig az első sorba akart lenni, és mindig le akart győzni másokat, az utóbbi években pont, hogy háttérbe is tudott húzódni, és mondjuk Melonit vagy éppen Szávinit előre tudta engedni, mert a jobb győzelmét, a jobb oldali egységnek a kialakítását sokkal fontosabbnak tartotta. Szerintem ez is emelte az ő politikai renoméját és, és teljesítményét, és ebben a 30 évben ezt az új olasz jobb oldalt, ami kicsit a, a korát megelőző új jobb oldal volt, akár Magyarországon, akár az Egyesült Államokban később jelentek meg ezek a politikai az egész forca mozgalma. Itália mozgalom felépítésére, szervezésére gondolsz, A, ugye? a felépítésére és arra a, a, a politikai stílusra, ami egy nagyon modern politikai stílus volt, ezt, ezt is be, Berlusconi-nak köszönhetjük, és egy rendkívül önzetlen, jókedvű ember volt, mert sokszor a papírmesé mellett az is baja az európai bürokrata hogy szenvednek, látszik rajtuk a, az unalomtól. Eh, Szilvió berlusconi se a szenvedés, Viszont se a az unalom a... nem volt jellemző. Viszont a mi életünkben azért ezek a papírmasi figurák csempésznek némi izgalmat, mert ugye éppen a napokban a belügy, uniós belügyminiszterek megszavaztak egy új migrációs paktumot, eh, ami tulajdonképpen újra felmelegítése a kötelező betelepítési kvóta néven ismert terveknek. Először is tisztázzuk, hogy ez most egy elfogadott javaslat, tehát innentől kezdve ez most hatályba lépett, vagy egy döntési folyamat közepén vagyunk? Egy döntési folyamatnak a vége fele vagyunk, mert a tanács kialakított egy álláspontot többségi szavazással, Magyarországot súlyosan terhelve, de Magyarország támogatása nélkül, egy teljes abszurditás, és ezt még az Európai Parlamentnek el kell fogadnia, de az Európai Parlamentről tudjuk, hogy még a tanácsnál is bal liberálisabb, tehát különösebben aggódnia a migránskvóta híveinek nem kell ebből a 24-es európai parlamenti választás előtt végleges döntés lesz. Na de, hogy bocsánat, hogyha megengedett Gábor még ez annyit, hát... hogy ez a kérdéshez ez a magyarázó kérdés, ez amit a Tamás föltett, hogy tehát a belügyminiszterek tanása fogadta el ezt a javaslatot, de ez egy javaslat, tehát még most is ez nem egy döntés, mert ugye erő még fog, ahogy mondtad, Európai Parlament fog róla vitatkozni, és ott még kell döntésnek születni, mert ugye ez önmagában nem döntés, ez még csak egy javaslat. Akkor szerintem abban megegyezhetünk, és ezt nem kell elzitkolnunk a nézők elől, hogy ott csak szigorodni fog és durvulni fog ez a javaslat. Tehát, is... Magyarországnak 8000 migránst írtak eddig elő, akkor ott majd lesz belőle 16 Majd mindjárt erre is hagy <síns> És ugye a, a, tanács elé is oda fog kerülni, tehát a miniszterelnököknek az ülés elé is oda hát, fog az kerülni, a majd ez a javaslat. De hát ugye ennek oda kell hogyha ha érdemi döntés Szakorbe, no és akar belőle. Szóljon belőle, de proféta. Na és ugye az, amit a tanácsban, De, bocsánat, de ez, ez, fontos, mert tanácsban, a miniszterelnök tanácsában egyhangúan lehetne ezzel a kérdéssel van, foglalkozni, van. és én attól félek, hogy nem a profita szólt belőled, hanem de... itt a trükk arról szól, hogy ne kerüljön a miniszterelnök hanem csak a, a miniszterek többséget tudják. A menetlen szerint oda, oda, kellene kerülni, ez kétségtelenül a kampány befolyásolja majd, de az Európai Parlament, ugye már amikor megszólalt ebben a kérdésben, azért azt is látni kell, hogy nagyon megosztott, és például vadul támadják ezt a tervezetet, de pont azért, mert azt gondolom, hogy túlon túl, túl szigorú a bevándorlással kapcsolatban. Tehát rendkívül, hogy nem eltérő a megítélése ennek a javaslatnak. Hát <hört> tudja, mire lenni kíváncsi, hogy ezt hogy fogják végrehajtani. Tehát azért itt emberi sorsokról döntenek megint a fejük fölött. Tehát majd meg összelapátolnak, vagy összeszednek egy migránsokat, és azt mondják, hogy holnaptól te Magyarországon laksz, te Szlovákiában laksz, te Romániában laksz. Hogy, 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 gondolják ezt? Tehát milyen mozgató erő lehet a fejükben, hogy, hogy, úgy beszélnek rók, mint számokról, mint statisztikai adatokról tök mindegy, érző emberek. Tehát, hogy ezeknek majd a fejük fölött megint eldöntik a sorsát. Tehát ez a hihetetlen beképzelség és nagy képviség, ami ezekben az európai döntéshozókban van, egészen elképesztő. Tehát ők nem az emberi sorsokat és nem az emberi méltóságot nézik, hanem statisztikai adatokat. És hogy lehet ezt politikai célra használni? Tehát berögdösik őket egy politikai közegbe, amikor ők nem akarnak bemenni. Most gondol, de hogy valaki él négy éve Németországban, és holnap után oda megy valaki, és azt mondja, hogy után múzsajóbb fogsz lakni, Irennyel. mert így, így döntött mi a te életedről. Igen. Tehát azért én azt gondolom, hogy rendkívül veszélyes ez, mert azért ez rengeteg kaput kinyit, tehát amikor akkor emberi népcsoportokról tud majd intézkedni utána a, a tanács vagy. Tehát hogy hogy fog ez tovább menni? Mi a következő lépés, hogy hogy fogják ezt majd továbbfejleszteni? Mi a következő lépés szerintetek? Ezen a kérdésen én is gondolkodtam, hogy vajon vonattal, repülővel, autóval, lezárt teherautókkal szállítják majd az Olaszország tengerpartján elfogott migránsokat Magyarországra, ugye Kezdetben hogy nyolc... így fog történni. Én... történni? Ezeket a képeket képek látja az ember a szem előtt, és uh, akkor a moralitásban bajnok, zöldek, mondjuk mit fognak szólni ezekhez a képek? ez csak egy apró érdekesség. Bocsánat, ami, ami... Bocsánat csak, ugye, ha jól olvastam a híreket, de még nem tudtam utána nézni részletesen, de talán pont ma a Cseh miniszterelnök azt mondta, hogy az orosz állampolgárokat kéne int internálni, tehát azért az egy eléggé erős szó, tehát hogy. A cse cseh elnök volt. A cseh elnök, ah, bocsánat. Igen. Az az elég, elég erős mondás, nem? ez az új valóság a, a nyugat-európai Ehhez képest utaztatni Európába pár tízezer migránst ide megy oda, már nem is tűnik annyira durvának. Hát azért arrébb vagyunk szerintem, ettől én azért óvatos lennék ez ügybe. Itt egyre inkább az, az, ilyen híreket befolyásolni fogja az, hogy választások lesznek jövőre, és ki, -ki a maga politikai De szerintem hogy a lagán... megoldani ez Gábor? Hát szerintem ez abból szempontból is számít, mert szerintem ebben sietni fognak ebben a kérdésben, hogy valamilyen módon még a választások előtt próbálnak letenni az asztalra egy olyan javaslatot, ami működőképes. Nem javaslatot, és nem lesz. Döntést akarnak, ugye azt akarják, hogy 24, 24, 24 tavasszal meg akarják hozni a döntést, ugye pont egy év múlva lesznek igen, az, az Európai Parlamenti választások. választás előtt. Tehát egyébként szerintem meg, tehát teljesen totálisan inkorrekt, hogy egy választások előtt Európai választás előtt megpróbálnak egy ilyen folysúlyú kérdést áterőltetni. Hát minden esetre szerintem komoly vita lesz belőle, mert ugye arra is érdemes azért itt kitérnünk egy mondattal, hogy nem csak arról volt szó, hogy Lengyelország és Magyarország ellene volt és ellene szavazott ennek a döntésnek, amit ugye többségi szavazással hoztak meg, tehát itt nem volt vétó, ahogy előbb itt ugye erről beszéltünk hanem több ország tartózkodott is ebben a kérdéskörben. De azt mondjuk, hogy ez nem számít. De az nem, szavaz szavaz mutatja, szóra, az nem számít. De azért ez mutatja, mutatja hogy, hogy egyre több az averzió és az ellenállás ez ügyben, és ha már berlusconi beszéltünk, külön érdekesség, hogy Olaszország, akiben ugye nagyon bízott többek között a magyar jobboldal is, hogy majd jön Georgia Meloni, és majd jó néhány kérdésben itt szövetséges lesz, természetesen pontosan homlok egyenest ellenkezőt képviselt, hiszen Olaszországnak az az érdeke, hogy a tömeges mennyiségű bevándorló valahogy kezelje. Nem, Olaszország egyébként a realista is tudja azt, amit előbb elhangzott, hogy ebből a javaslatból nagyon nehéz lesz valóságot csinálni. Olaszországnak az volt a sokkal fontosabb, hogy másnap, a javaslat elfogadása után Tunéziába látogathatott az olasz miniszterának, és Tunéziában megállapodhatott, hogy, hogy, biztonságos ország, és visszafogja a migránsokat, mert egyébként ez a, ez a javaslat, ez, a igazi konzervatívok, a migráció kritikusai tudják, hogy nagyon nehezen lesz megvalósítható. Hát ez mondom, az, amiről te beszélsz. Igen, erről, te. tehát hogy ez milyen alapon, tehát hogy, hogy tényleg, tehát a, néha azt gondolom, hogy a néhány európai parlamenti képviselő, jó Isten között az a különbség, hogy jó Isten nem hiszi magát európai parlamenti képviselőnek, tehát, a, a, de egyébként megdöbbentő, tehát ez tényleg megdöbbentő, tehát ez a nagy humanitárius program abba fog torkolani, hogy valakiket el fognak vinni ott, ahol laktak. És, és hogy majd, el kell menniük onnan. És hogy mondjuk még egy érdekes szempontot, ugye a magyar alaptörvényben 2018 után, a kétharmados választási győzelmet követően bekerült az a passzus, hogy idegen embereket nem lehet a kormány jóváhagyása nélkül a magyar államterületre szállítani. Itt meg lesz egy európai döntés, tehát egy hatalmas ütközés lesz az európai jog és a, a magyar alaptörvény gondolata között. Azaz azt gondolom, hogy ez, ez, ne, ez nem csak a kampánynak lesz egy kiemelt témája a háború és a béke ügye mellett, mert ez a két ügy lesz valószínűleg napirenden, hanem a választások után is, 2024-et követően is velünk lesz ez a kérdés. Hát minden esetre ez még képlékeny ez a történet, tehát hogy mi lesz ebből. Nem tudom, hogy hallottátok-e, ugye voltak olyan országok, amelyek a tanácsülés előtt nemmel akartak szavazni erre a javaslatra, majd utána a nagyobb tagállamoknak a delegátjai karon fogták ezeket, ezeknek Meggyőző az országok. hatás érvényesült. <laughs> Belügyminisztereket <laughs> elmentek velük egy negyed órát, sétálgattak, majd visszajöttek, és ezek az országok, ugye Málta volt ilyen, Szlovákia. Málta tartózkodott és Málta, Igen. Szlovákia, Na, Bulgária. Ide akarok kiukadni, hogy ők eredetileg nem akartak volna szavazni, és utána a kis séta után már, már. tehát mi történhet? Csak nem ígértek valamit. Na, de ne, de néz, <laughs> ezt, nehezen tudom elképzelni. Ezek hozzá igen, tartoznak a, mert, a politikához mindenhol, tehát a belpolitikába, a külpolitikában és ugyanúgy benne van az, ez természetes dolog, hogy hát nyilván van egy álláspont, van egy országnak egy álláspontja, az, hogy próbál másokat meggyőzni erről, az hozzátartozik. Az más kérdés, hogy ők hagyják-e? Tehát a séta eredményeként hogy térnek vissza? De az én az kíváncsi, hogy mit mondanak, hogy miért kell. Ja, de... Valószínű, hogy nem ott ötlet, ötölték ki, ott helyben, hogy nem meg fogunk szavazni, Egyetek. hanem egy mandátumban érkeznek. És ezt egy negyed óra alatt megváltoztatni, valami komolyat kell ahhoz mondani, hogy valaki, gondolom, hogy nem egyénileg dönti el, hanem valami dolmaikország. Megvizsgáltunk az országotokat, és kérdéses, hogy jogállam vagytok-e. Nem biztos, hogy a következő pénzügyi, részletet ki tudjuk fizetni az európai költségvetésben nektek járó forrásokból. És még nem döntöttük el a migráns kvóták arányát, lehet, hogy többet kaptok. Aha. Tehát ilyen, ilyen mondatokat lehet mondani, de azért az, a teljes kedvéért hozzá, hogy a többségi döntésnél a tartózkodás egy gyáva nem szavazat. Tehát az, az nem kimaradást jelent a szavazásból, hanem matematikailag szavazás, matematikailag egy nem szavazat. Csak így el lehet mondani, hogy csak bezeng megint a magyarok, meg Igen. a lengyelek szavaztak. Nem. Hát, és még visszakanyadva a sétára, ha már ugye Tamás mondta, ugye én voltam jó néhány ilyen ülésen. Nem, ezt tudom, hogy hogyan zajlanak a Természetesen ilyenkor már nyilván. Ugye, Igen, az a kérdés, hogy tessétáltal-e -e Igen, -e? akkor vagyunk jó pozícióban, mi sétálunk másokkal, ugye? Mi Na, szóval, állatot? hogy hogy próbálod elmondani, hogy te mit gondolsz egy adott kérdés, és próbálod a másikat megnyerni, vagy meggyőzni arról, hogy, hogy de hát... Na de, e, te, Gábor, de ne, neked nézzük egy reálisan, tehát itt a francia és a német delegáltak vittek el, az ő szempontjúból gyakorlatilag törpeállamoknak a belügyminisztereit, és én azt gondolom, hogy ott valószínűleg a kérdés úgy hangzott, hogy mekkora pofon nem kértek. Tehát itt az olyan sok mézet nem raktak a madzagra. Ez egy személyes vélemény szerint. Tehát Máltának és annak a Szlovákiának az érdekérvényesítő képessége, mert Szlovákiának lassan egy éve kormányos sincs gyakorlatilag. Viszont most van neki egy ügyvezető kormány, amit egy éppen, magyar Éppen ma szavazták le. Éppen igen, nem, de, igen, de, de éppen a... ezekben a percekben azt hiszem, hogy nincs. nincs. de, az, de nem, nem. A, a te ügyvezetője nem nem, 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 nem egy. jól tudjátok, így van. A köztársasági elnök kinevezte ügyvezető kormánynak, mert ez a jó megvan. Volt a parlament a parlament nem fogadta el. És ezért döntéseket nem hozhat. Most képzeld hogy mennyire erős a pozíciója egy olyan miniszterelnöknek, aki úgy megy ki, hogy éppen a parlamentbe őt les hogy egy belügyminiszter. arra akartam felhívni, saját tapasztalat. Ból, hogy az ezek nem úgy szoktak zajlani, ezek a beszélgetések, hogy agyba főbe fenyegetik a, kollégákat. Te Gábor, te régen sétálgattál, én azt gondolom, azóta lehet, kicsit lehet, a hang, Így van, illután. lehet, hogy azóta más a... Könnyen lehet, könnyen lehet. Okos no. belügyminiszterek késve jönnek ki. Vagy lehet, hogy a belügyminisztereknél eleve más Nézzük egy picit belpolitikai szempontból is. Orbán Viktor tegnap kirakott egy Facebook posztot, azt írta, hogy Brüsszel visszaél a hatalmával, át akarják telepíteni Magyarországra erővel a migránsokat, ez elfogadhatatlan, erőszakkal akarnak bevándorló országot csinálni. Magyarországból. Ugye az ellenzéknek eddig az volt az álláspontja, hogy ez a probléma nem létezik. Itt összegyűjtöttem, és most nem fog megkímélem a nézőketnek titeket, nem fogom felolvasni, de egy fél tucat mondatot összegyűjtöttem ellenzéki képviselőktől, Dobrev Klárától, Újhely Istvántól, és a mondatok lényegében arról szólnak, hogy ilyen, tehát ilyen javaslat nincs, tehát nincs betelepítési óta nincs kötelező, áttelepített, ez, ez, ez egy ez egy, egy propaganda. Ez propaganda, propaganda, így van, és ebben nem is kell foglalkozni. Tartható-e ezek után ez az álláspont az ellenzék részéről, vagy pályát kell módosítani? Tehát elő kell állni a farbával? Hát én, én sok mindent elképzelek az ellenzékről, de hogy ők egyszer a valóság talaján lesznek, azt nehezen tudom elképzelni. Tehát amikor egyszer szembe jön az árnyék, tehát nem a hátad mögött jön, most az történt velük, tehát addig tagadták, még egyszer csak uh -huh. belesétáltak. Én nem hiszem, hogy bármit majd ki fognak találni valami hangzatosat, hogy ezt miért rontott el az Orbán, meg miért rontott el a Fidesz egész Európában, és majd jól leszünk megint uh, gorombítva ez ügybe, de én nem hiszem, hogy érdembe tudnak változtatni a politikájuk, hiszen politikájukon, hiszen ezt a vesztes politizálást, amit 11, -11 éve folytatnak, szerintem ezt gőzerővel csinálják. Tehát attól, hogy egy problémáról azt mondjuk, hogy nincsen, attól még az lehet. És kell vele foglalkozni, mert amikor, ha ide tényleg migránsokat telepítenek, nem hiszem, hogy az lesz a, a választási elv, hogy ki jobb oldali, ki baloldali, hanem és milyen városok, tehát én azért azt gondolom, hogy itt azért megint az van, hogy a választóik akaratával nem biztos, hogy megegyezik uh -huh. az, hogy ők is azt szerették, hogy az ország egy bevándorló ország legyen. Azért én azon gondolkodom, hogy szegény baloldal, Gyurcsány Ferenc vezeti, háborúpárti és migrációpárti. Gyurcsány Ferencet a magyarok 85%-a nem szeretné fontos pozícióba látni, a migrációt a magyarok 80%-a ítéli el, és a háború helyett 80% szeretne békét. Hát, mi lesz ebből a bal oldala? Igen, hát amit most az Ágoston elmondott, ez egy lényeges szempont, és a Tamás kérdésére visszatérve, hogy uh, alaposan nem csak ebben az ügyben, nagyon sok kérdésben korrekcióra és változtatásra szükség lenne, szerintem. De persze bizonyos <laughs> dolgokat ne felejtsünk de el. De megvan egyáltalán a mozgástör az ellenzéknek? Tehát hát ő... Nagyon kevés, mert ugye ez, amit az Ágoston mond például, pont rávilágít arra, hogy, hogy a Fidesz nagyon ügyesen választotta meg azokat a témákat, amelyek. amelyek hát ezt a Migrációt ez nem a Fidesz választotta hát, meg, hanem. Rendben, de de, belőle olyan politikai témát, ami átmetszi a hagyományos szavazó táborokat. Tehát a baloldali szavazók jelentős része is, például ha már ugye a migráció most a témánk, a migráció kérdésében hasonló dolgokat mond, vagy valamint a jobboldali tábor, illetve amit a kormány. Tehát ez mindenképpen egy probléma az ellenzéki politizálás számára szerintem, ahol azért ugye az ellenzéknek én azt gondolom, hogy a, tudjátok, de most ezt nem hoznám ide, hogy bizonyos kérdésekben meg kéne állapodni az ellenzéknek a kormány, és közösen kéne fellépni például az Európai De miért mi, 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 Szerintem meg? rosszul teszik, ez szerintem egy hiba. Más kérdésekben meg nyilván keményen szembe kellene menni a kormányal, mert hiszen nem az a dolga, hogy ugyanazt a követ fújja, mint a kormány, hanem más álláspontot képviselni, hogy az emberek is más álláspontot képviselnek bizonyos ügyekben, ez a migrációs ügy, ez egy nehéz kérdés, mert itt valóban azt látni kell és be kell ismerni, hogy annak idején, amit évekkel ezelőtt gondolt az ellenzék róla, az nem működik, és a valóság nem ezt igazolta vissza, meg az emberek gondolkodása. Hát, sem. a választások fel. Meg persze. Talán az lenne a megoldás, hogy nem a külföldi forrásoknak kellene megfelelni, és a teljesítési igazolásokat remélni külföldről, mert akkor egy autonómabb baloldal lenne, és végre lenne egy olyan baloldali politikus, aki elmondaná ezeket nem pedig a közmédia stúdiójában ülne, volt baloldali politikusként. Te szerintem én egy, nem is voltam sohasem baloldali, ha rá gondolsz, ugye így van, tehát ez nagyon más, ugye mert mi mindig egy csomó konfliktusba is voltunk egyúttal a baloldal, hiszen más liberálisnak lenni, és más baloldalinak lenni, de ha 12 évet hűz egy koalícióban a baloldal, akkor azért az Kicsit Oké, csak az egy koalíció volt, tehát ott komoly viták voltak. Azért az nem ugyanaz, mint a Fidesz-KDNP koalíció, az egy másik. Mert valóban érdemi viták voltak, érdemi különbség volt egy liberális párt meg egy baloldali párt között, de kanyarodjunk vissza, így van ez a, 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 a kérdéskörhöz. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy bizonyos dolgokban, tehát Európai Uniós pénzekben meg kéne állapodni, ezekben az ügyekben pedig, de pedig de... meg kéne találni a valós, azt a válláspontot, ami valós. Éppen találnak itt Daniel Freund, ugye Magyarország egyik nagy gyűlölője azt mondta, hogy ha Magyarország nem fogad be a migránsokat, akkor egy fasat sem fog kapni. Tehát a Brüsszelbe összekötik ezt a kérdést. Sőt, de büntetés, a büntetés, jár büntetés jár utána. Nem, csak, nem adják oda, ami jár, hanem még büntetés. De még 20 tis. ezer per fő, ugye per be nem Viszont fogadott migráns, 20 ezer euró, de... De Daniel, Daniel most, egy elem, ő nem ő Szerintem a ő egy szócsöve de ennek ő ő a, a brüsszeli, ennek Sok a brüsszeli mindenki jön abból a ami utána valóságá válik, vagy közelít a valósághoz. Tehát a... Ja. Azt a... Nem lehet azzal leírni, hogy ő csak egy képviselő. De most egy rövid szünetet tartunk, beszélgetést a hírek után folytatjuk, tartsanak velünk a második részben is, amikor Soros György birodalmának utódlási kérdéseivel fogunk foglalkozni. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Fodor Gáborral, Kállamista Gáborral és Rázágostan Sámuellel. És ahogy ígértem, most a Soros Birodalom utódlási kérdéséről beszélünk. Soros György hát nem fiatal, és úgy érezte, hogy az anyag őt is utolérte, és még életében a birodalmát, ezt a csekély 24 milliárdos, 24 milliárd dolláros birodalmat, egész egyszerűen átírta legfiatalabb fiára, Alexander Sorosra. Most bennem az fogalmazódott meg, hogy azok, akik egyébként folyamatosan a nyílt társadalomról, meg kvótákról, meg ilyen dolgokról papolnak, azért eléggé dinasztikus alapon intézik ezeknek a, ezeknek a dolgoknak a, a menedzselését. Mit gondoltok erről? Nagy meglepetés nincsen benne, erre lehetett számítani, és szerintem senki ne gondolja azt, hogy Soros György ezután nem fog megszólalni közéleti kérdésekbe, tehát ez egy átmeneti kettős uralom lesz. A fiáról meg azt lehet tudni, hogy ugyanazt gondolja, mint az édesapja, csak nagyobb dinamikával, és talán még radikálisabban képviseli azt, tehát ez... ez ezt nem meg a... is ígérte. Így van. Azt mondta, hogy hát eddig nagyon soft volt, ez nagyon-nagyon langyos volt ez a soros birodalom, majd most ő, most. ő, ő sokkal inkább a politikai kérdések érdeklik, ő sokkal inkább szeretne beavatkozni, Én nem tudom, ez mit tenni, szőnyekbombázás? az, az szeretek, argentinok vagy? tudnának ah. sokat mesélni erről, <gül> hát, tehát <laughs> azért ö... néhány országos soros beavatkozásról hát, tudna, hogy az ördögben, tudna hát mesélni, tehát a... nem tudom, hogy ki kívánja ezt. Hát vagy fél tucat országot hát. tudunk rögtön felsorolni, mondta Ugrót, hát a igen. Elég komolyan beszélünk. És, és ami hati, nagyon hati, érdekes, ügyne. szintén most jelent meg a Wall Street Journal-ban, hogy a legnagyobb támogatója már a Demokrata Pártnak, Soros uh -huh. igen. irodalma 400 igen. millió dollárt fizetett, ha jól emlékszem, csak 21-be. Tehát amikor egy Demokrata Párti <hves> elnökről, vagy az ő nagykövetéről beszélünk itt Magyarországon, akkor nem túlzás azt állítani, hogy mögötte a legnagyobb szponzor az Soros györtet. Soros Györgynek. A... Nem is nagyon tehát titkolják. Nem is csak azért... Szívesen kiteszik a hogy mekkora hatalom van, tehát az Európai Parlamentben való fotózkodások, a politikusok odarendelése, azért ez, hogy ki kiszolgálja az, az ő érdekeit, mert milyen hatalmas... Csak a, a finom úri ember nem meri ezt kimondani, miközben a világ, világ legtermészetesebb beszél. Hát ő egy világuralomra től, mert valamitől lett ennyi pénze, lehet, hogy néhány millió ember, vagy néhány tízmillió, ez kegyetlenül meg van, nem érdekli. Tehát, én azt gondolom, hogy és a, olvasva ezeket az interjúkat a fiával, tehát itt, itt azért egy nagyon komoly háborúpártiság van, nagyon komoly lobby van, hogy ez a háború folytatódjon. Okay. Tehát nagyon komoly olyan eszközöket kíván használni, amit eddig még személyesen az apja se használt. Tehát amikor tényleg elkezdi egyszerre működtetni az európai és az észak-amerikai politikai kapcsolatait, akkor azért gondoljátok végig, hogy azért két ilyen szuperhatalom, a markába van, tehát azért, hogy mondjam, tehát ijesztőnek tűnik számomra. Húzzuk be a nyakunkat, azt mondom? Én lát, nem, nem gondolom, a... hogy be kéne, de, de oda kéne erre figyelni, tehát hogy azért tudjanak az emberek, és tudni kell mindenkinek, hogy mit, mit szolgálnak, tehát hogy mihez adják a, a voksukat majd, vagy a nevüket, tehát hogy épül -e egy ilyen háttérhatalom, ami dönthet a világ sorsáról. Na jó, vagy. nézzük meg, tehát miben hisz, Soval, mi, miben az, hisz Alex Soros? Azt kérdezted, uh, Tamás, előtte, hogy uh, mit gondolunk erről, és mielőtt Alex Sorosra rátérnék, hogy hát um, azt is idekeverném, őt is idekeverném, azért annyit hadd mondjak, hogy én azt gondolom, vagy akkor kezdem akkor vele tényleg, tehát azt gondolom, hogy szerintem azért más lesz egy picit innentől kezdve a, a, a Soros um, birodalomnak, nevezük birodalomnak hát, a hát működése. Kérdezem meg te egyébként, Ismered őt személyesen, találkoztatok őt valaha? Őt nem, ugye Soros Györgyet ismerem, ő, ő, ő természetesen régről, hát hiszen 80-as évekből már mi, akik ugye Bibó kollégisták uh -huh. voltunk, megismertük Bocsánat, őt személyesen. Felett, Így vett van, vett. őt nem ismerem személyesen, de más lesz, ahogy látom ezeket a folyamatokat, uh -huh. mert ő sokkal jobban fog fókuszálni az amerikai belpolitikára, tehát Soros kifejezetten ez nem érdekelte sokáig, ha emlékeztek rá, a 90-es évek végén, 2000-es évek elén kezdett el valamennyire foglalkozni az amerikai belpolitikával, addig egyáltalán nem. Tehát hát szerintem... aztán... Alex Asztán Soros. Erősen főfűtötte a kazánt. Tehát... Behozta, okay. a <laughs> okay. Alex, Alex Soros láthatóan ez a terület jobban érdekli, tehát szerintem ez mindjárt egy hangsúly áthelyeződés lesz majd a, a Soros birodalomnak a működésével másfelől, ha már ugye erről van szó. De ez bocsánat, Én azért... közbe vágni, tehát azért láttuk, hogy egyébként hát ezer szállal kötődik a, magyarországi baloldalhoz, hát ott van például Korányi Dávid, akivel együtt fotózkodott, tehát gyakorlatilag... Na. A... Akkor hát közeli, ezzel, közeli, közeli, munkatársak. Tehát. Ha már berlusconi kapcsolatban megjegyeztük, ugye, hogy ellentmondásos személyiség volt, de milyen jelentős ember volt, az, és Soros Györő is mondjuk el, hogy bizony magyar emberről van szó, és egy rendkívül jelentős ember, a világ egyik leggazdagabb embere, és ahelyett, hogy vett volna 32 jaktot, szigetet, stb. meg egyebeket magának, ő csinált alapítványokat, csinált egyetemeket, csinált különböző különböző intézményeket, és azon keresztül próbálja azt a sokan, sokan, vannak azok, akik úgy gondolják, hogy bárcsak csak aktot volna. De ez cél, okay, én, nem én volt gondolom, a célja, csak szerintem, nem volt a célja egy társadalom. Szerintem lássadalom. le a kalappal előtte hozzátenném, és amit, amit ő csinált a 80-as években, azért pedig ne, mi hálásak kell, hogy legyünk, ha mert nagyon sokat segített. Ha le a kalappalt, azt úgy érted, hogy mint politikai nagy teljesítményt. Nagy teljesítményt, igen, de azért a célja előtt azért azt hiszem, hogy nem kell feltétlenül kalapot emelni. Ezek vitathatók, én azt gondolom, hogy az ő azoknak az országoknak a száma, amelyeket Soros György gazdaggá is nagyját tett, hát ez egy nagyon rövid lista. Na jó, oké Tamás, de az, hogy mondjuk az üzleti életben mi van, ugye ez egy, ez egy más dolog, ugye ezt ne felejtjük el, ez, 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 örök vitakérdés, hogy most önmagában a tőzsde önmagában nem a... a... nem, a tőzsde, hát itt, bocsánat, itt nem a, a tőzsdéről van szó, nem az ő gazdasági tevékenységről, hanem arról a tevékenységről, amit állítólagos filantróp, ugye ő így, hívja, ilyen jó szolgálati tevékenységként végez amelyek egyébként külkemény politikai és üzleti célokat támogatnak. És még egy, egy tök egyszerű egy dolgot a gábor, hadd, hadd mód, bocsánat, csak még, oké, okay, mindjárt, mielőtt ezt rögzítjük, csak hadd mondjam el azt, hogy tehát, ő neki a szerepe a 80-as, 90-es években kifejezetten nagyon pozitív volt, mert nagyon sokat segített azoknak az országokban, amelyek diktatúrában éltek, hogy azokból valóban demokrácia legyen. De és nem akarom a műsort elszállni, de történelmi, részesen, de részesen rá, azt rá, azt neked is, tartunk ebbe az irányba. E, hogy... E, Elked is észre kell venni, hogy ez a soros hálózat, ez állítólag a demokráciát védi, sőt exportálja a demokráciát, úgy, hogy arra semmilyen demokratikus felhatalmazása nincsen. ez, a legnagyobb abszurditás. nem egy politikai párt, az a helyzet. Hát, hát az lenne, jó, ha nem az de lenne, de, de világ világ a valójában a világ nem de politikusokat fizet politikusokat vesz meg a saját lobbistái. Soha, soha nem indult választás, és céечение? mégis politikai programja. Semmi van? probléma nincs. Miért nincs? Mert nincs. az hogy az Európai Parlament felét vagy közel felét gyakorlatilag egy ember tudja befolyásolni, szerintem az rendben van. De ez, nézd, ez biztos, hogy nem így van, hogy egy ember hát... befolyásolná az a helyzet, és akiket befolyásolja. Akkor egy, Én, biroda... egy én az befolyásol... egész kérdésnek az a kulcsa, hogy tehát Ezeknek nyilvánosan kell e, folynia, tehát tudnod kell róla, hogy, hogy mondjuk ki az, aki egy adott alapítványal, vagy bárki mással kapcsolatban, de miért ne lehetnének ilyen alapítványok, miért ne lehetnének civil szervezetek? De jó, de jó az legyen, mondta, hogy csak legyen de. átlátható az egész de szerintem. Gábor, ez a pontosan kursa. az történt most a 22-es választás során, hogy nem átlátható a módon sem. egy Action for Democracy nevű szervezeten keresztül milliárdokat juttattak be az országba, mindenféle csatornákon keresztül. Az minden volt, csak nem átlátható de és Tamás. nem szabályos. Egy. Tehát. És erre, ez, 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 azt, bocsánat, és erre mondja, azt, bocsát, és erre mondja azt most a Alex Soros, hogy még ő húzni visz. fog egyet a gázkaron, mert ez még semmi se volt. Jó, de ezt pontosan tudod, hogy ugye itt, ami történt, az jelenleg is vizsgálható, mert ugye ez valószínűleg törvénysértés volt, ez egy külön történet. Ez egy külön történet. Nem tudjuk egyébként, hogy pontosan ezek a pénzek honnan jöttek hozzá Ugye egy időben az amerikai kormány gyanúsították ez azt tudjuk, hogy nem. Civil, civil oldalról jöhettek ezek a pénzek, lehet, hogy benne volt a soros, lehet, hogy nem, nem tudjuk, ezt majd ki fogják deríteni a különböző ez vizsgálatok. Az biztos, hogy óriási hibát követett el, nagy hibát követtek el Magyarországon azok, akik ebben részt vettek, mert ez egy nyilvánvaló törvénysértés volt. Az Az, aki pénzért árulja a hazáját, tehát a külföldi pénzért, külföldi ideológiákat akar idehozni, ilyen problémákat akar rá letolni a magyarok torkán. Szerinted az, az hogy hogy minősítik? Tehát annak mi a minősítése? Most ugye azt tudjuk, hogy ez a pénz megjött, azt tudjuk, hogy ebből kik kikálnak. Tehát aki pénzzel elárulja a hazáját, az hogy hívják? Én ezt, Gábor, én soha senkire nem mondanám a politikai életbe, hogy elárulja a hazáját azért, mert más gondol. Tehát szerintem a, a magyar politikai életbe. A az nem szabad. Oda, oda kellene ki kell fizetni a gondolatokat. Oda kéne szerintem, hogy ne tekintsük a másikat hazárulónak, hanem egy olyan embernek, akivel vitatkozunk, ő is a hazajavát akarja, csak más gondol, Gábor, mint én. viszont van érte fizetve? Tehát ez egy de, hiteles történet, hogy valakit lenne, Jó lenne, azért? hogyha a magyar ellenzék olyan helyzetben lenne egyébként, hogy lennének forrásai, és nem ne, ne lenne ezt a lemezt létszünetet szorító. Nem lenne 2022-es. most ez egy jó lemez. Több mint egy milliárd forint állt a baloldal rendelkezésére a kampány lefolytatására. Pártfinanszírozás, frakciófinanszírozás, közvetlen állami kampányfinanszírozás. Ez nem igaz. És te itt előbb azt vezetted le, hogy jó, hogy Soros György ad pénzt

osztja a pénzt, szerintem majdnem olyan Tehát, mint ha a ismeritek az, az amerikai pártfinanszírozás, az teljesen más, mint az európai, és teljesen más, mint a magyar például. Ott az történik, hogy Természetesen megtehetett, támogatható. De, az... de, nyilvánosnak kell lenni. És hogy nem azt az, az, az amerikai finanszírozási, finanszírozási modellt akarták a baloldal nem. segítségére hozni? Nem, nem ez volt. Itt ez az majd ki fog derülni, remélhetőleg, hogy Magyarországon mi történt. egy pillanatra még menjünk, vissza Alex Soroshoz koronaherceg, ezért tehát most már, bocsánat, most már fölkent a Soros Birodalom fölkent uralkodójához, tehát hogy mit várhatunk tőle, ugye azt ígérte, hogy ő migrációpárti lesz, abortuszpárti lesz, azt ígérte, hogy mindenhol be fog avatkozni, ahol az ő elképzelése szerint olyan kormány van, aminek nem kéne lennie. Mit tudunk még róla? Háborúpárti, Háború az ukrajnai uh -huh. küzdelemben is az esetleg megingó demokratai vezetést arra bátorítja, hogy a, Biden, folyda, a Biden folytat... folytatni kell a, a háborút. A Tehát nem csak a saját pénzét, hanem a Egyesült Államok pénzét is költi. És ő, bizonyos értelemben az öreg Soros György ezt a pénzt megkereste, ami vitatható, hogy hogyan tette, a fiának egyszerűbb lesz elkölteni, mert ő nem megkereste ezt a pénzt, hanem megörökölte. Hm. Tehát itt uh, szerintem mindaz, amiről beszélünk, és itt a Gábor udvariasan félig meddig tagadja, a jelenséget mi meg egyetértünk benne, hogy létezik, ez a, a duplájára fog emelkedni, és felgyorsultan fog megjelenni, hiszen mindeközben zajlik azért egy szuverénista szövetkezés is. Tehát van egy ellenhatása is annak a Soros Györgyféle befolyásnak, ami a Európában kialakult. És ez a Szuverán és a Szövetség létrejötte, ki fogja váltani azt, hogy a Soros állózat még több pénzt és még nagyobb energiát fog szentelni a saját világának a finanszírozására. Ez a szervezkedés van, nem mindenkinek tetszik. Például Guy Verhofstadtnak, ugye őt szemkeményt adunk, hogy a magyar közvéleménynek a Twitteren ki a véleményét. Ez így van. Egy karakteres politikus. Ez így van. Megjegyzem, ha már, ugye mondtad, a Bocsás bocsáss meg, Tamás, ugye annak idején együtt voltak Orbán Viktor a liberális internet alelnöke és rendkívül jó viszonyban voltak, emlékszem rá. Sőt, egy időben te is egy párba ültél vele. Abszolút, csak ennyit mondjam a múlthoz, hogy Szépen Verhofstadtnak nagyon szépen visszamehetünk, visszavezethetjük mindennek a genológiát de most beszélünk a mai állapotokról. Guy Verhofstadt így fogalmazott, azt mondja, hogy itt az ideje, hogy Európában megszabaduljunk, azoktól az emberektől, mint például Löpen, Szálvéni, Orbán, Wilders és AFD, és még mások, meg még egy-két goromba mondatot ehhez hozzáfűzött. Én azt nem értem, hogy mikor kezdik el megérteni Brüsszelben, hogy nem, az ő feladatuk nem az, hogy tagállami kormányokat cseréljenek, vagy leváltsanak, vagy, vagy, vagy megszabaduljanak tőlük. Meg egy olyan politikus szájában, aki mögött annyi korrupciós botrány húzódik, és annyi kétes ügylet, és már be is jelentett, hogy 24 be abba hagyja. Tehát már egyébként minden mindegy alapon mond valami nagy baromságokat, hogy most még róla beszéljenek, de egyébként szerintem lehet, hogy te tisztelet, de szerintem abszolút komolyan, komolyan nem vehető bohóc ez az ember. Tehát aki valamiért páros lábbal belegyalogol valakiben, akit kiválaszt. Tehát én nem tudom, hogy a liberális értékeket mennyire takarja ez, amit ő csinál egy országgal. Tehát hogy ez, azt hiszem, hogy azért, ha ezek a liberális értékek, akkor baj van a liberális oldalon. Vállalhatatlan figuráról akkor, beszélünk, akkor aki gondol, a belga gondol politikában gondol. megbukott, és azért Mind lett a európai politikus. Ez egy elég tipikus karrierút arra fele, mert a nemzeti politikában már nem tudott labdába rúgni. Mondjuk többször is be, volt belga. Hát de, miniszterelnök, nem, de megbukott. Van nekünk mag is mag olyan mag. miniszterelnökünk, aki többször volt ja, miniszterelnök, ja. és megbukott, és még a politikában aktív, ismered. <laughs> van ilyen? Van. <laughs> Na szóval akkor visszatér visszatérve arra, amit mond, ugye amit a Gábor mondott, nekem nem, a, nem az én politikai ízlésemnek való, ha már erre kérdeztem. Tehát nem azért a, próbáltam a, ilyen kis európai szóval nem, szóval nem, 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 nem a kedvencem, ha ezt mondjam, az európai politikai porondról, de sokkal megértőbb vagyok vele, mint ti, mert észle, ismerem is régről, meg hát tudom, ismerem ezt a karaktert, na, tehát tudom, hogy milyen, milyen ő is. szóval. Én azt gondolom, az egész Európai Parlament keresi a helyét jó ideje, ezt az áldász küzdelmet, amit a bizottsággal és a tanácssal folytat, az abban pont ezeket a hatásköri dominanciákat látjuk, mármint azt, hogy szeretne domináns lenni bizonyos hatáskörökbe, és felhostat ennek az egyik szószólója. Tehát ő határozottan vagy karakteresen megfogalmaz olyan dolgokat az Európai Parlament jövővel kapcsolatban, ő hogy, hogy szeretné látni, De, amit te azt mondtál, hogy, lehet, lehet, hogy az például Európai a... például parlament... az Európai Választókkal és számukra próbáljon felvázolni olyan szakpolitikát, amik az ő számukra hasznosak? Hite, ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon ördögtől való gondolat, mert hát, gyakorlatilag az Európai Parlament semmi mással nem foglalkozik, mint hogy tagállami kormányokat politikai ízlés alapján izélget. Erre nagyon nehéz más szót használni. Ahelyett, hogy egyébként szerintem Európában van azért pár probléma, tehát gazdaság, de, háború, de... stb. Tehát hogy nem lehetne hogy inkább erőszakban de, de látjuk, hogy pont azzal, hogy ugye, amióta Angela Merkel nincs, Azóta felerősödtek ezek a hangok. Ugye Angela Merkel volt az utolsó európai vezető, aki nagyjából kézben tudta tartani az európai folyamatokat. Megjegyzem, Magyarországnak nagyon hasznos volt, mert mindig arra törekedett, hogy kompromisszum szülesen, amiben Magyarország is ott van. Tehát nekünk szerintem a lehető legjobb volt már, mint az országnak ilyen szempontból Angela Merkelnek a működése. Mióta ő nincs, azóta nincsen igazából meghatározó figura az Európai Unióban. Ugye Emmanuel Macron, a francia elnök próbálja ezt a szerepet betölteni, de részben a belpolitikai problémák, problémák miatt és egyebek miatt is láthatóan ez nem sikerül. Németországnak a súlya miatt kellene ezt betölteni, de a jelenlegi német kancellár pedig láthatóan nem alkalmas erre. Tehát itt van egy vákum mindenképpen, amiben az Európai Parlament közben egyre intenzívebben megjelenik. Tehát szerintem itt Különböző hatáskörű mozgások vannak a bizottság is akar magának, több hatáskört a parlament is akar magának, és ezeket látjuk valójában, ezt a birkózást, és ez addig fog tartani, amíg nem jönnek Európába meghatározó országokba olyan politikusok. Lehet ebben győzni ebben a versenyigésben, ebbe. tehát ebbe ki a, ebbe, de nem győzni. egy vesztes van. Vesztes ezért van kellene néhány olyan, megjegyzem, itt a francia-német tengely lesz mindig a meghatározó. Mm. Tehát ezért kellene néhány olyan karakteres és elképzeléssel rendelkező Európáról, elképzelés rendelkező politikus, aki el tudja vinni valamilyen irányba Európát. Egyébként Macronnak a javaslata pont erről szólt, hogy induljon el egy, egy, egy diskurzus erről, hogy milyen Európát akarunk a jövőben. De aztán annyira meggyőződött, hogy maga is hogy megmondjuk, hogy egyébként miért akarunk, és majd ha ilyet akartok, akkor majd jó lesz. Ha nem ilyet akartok, akkor ti menjetek el. Egyébként, egyébként nagyon fontos választások előtt állunk Európában, a lengyel, a spanyol, a szlovák választás ha annak az eredménye szuverenista győzelemmel végződik, akkor könnyen meg lehet, hogy ez a német-francia tengely már elveszíti a befolyását, és egy úgynevezett blokkoló kisebbség ki tud alakulni. Amíg el nem viszik a blokkoló kisebbséget beszélgetni, és egy kis negyed órás sétálják No, yeah. most jött el a Gábor témája, yeah. egy július 1 tüntetésen Nagy Ervin színművész úgy fogalmazott a rendőrökkel korábban kialakult konfrontáció kapcsán, hogy szerintem jogos. Amikor az ember kétségbeesését nem tudja hogyan levezetni, ez kitör néha fizikai erőszakban. Párizsban már égne az egész város. Na most innentől kezdve elindult a nyilatkozott cunami, erre reagált Rákai Filip, aztán a... reagáltak más színészek, közéleti szereplők. is zseniális uh, egyébként, hogy az Ervin az játszott egy tanár sorozatban az egyik kereskedelmi tévén, pont és pont úgy járt, mint az, az Elenszki, hogy Mondjuk. ő is helyette szerintem az Ervin is hogy tanár. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy a tanárok szeretik ezt a hergerést, meg ezt a hozzáállást, amit ő csinál. De, de, de ez a, a párhuzam van. szerintem nagyon érdekes, ez fejtsd ki. Tehát ugye az Elenszky, ugye úgy indult, hogy a karrierjének egy pontján, ő egy, ő egy sorozatban játszott az elnököt. tanárt. Nem az nem, eredmény, nem, nem, az, nem, az nem elnök, az politikus játszó. Tanárból lett de eredetileg tanár volt, a, egy tanár volt, és a bárcsa, bárcsa. abból elnök. elnök. Igen, abból lett elnök. És a párhuzam, szerintem itt van, és ezért nagyon érdekes erre figyelnünk, mert hogy Nagy Ervin is ugye tavaly egy olyan sorozatban játszott, ez egy franchise, azt hiszem, vagy külföldről é. megvett, licenc alapján készült é, igen, sorozat volt. Hát ahol, ahol szintén egy tanárt játszott, ő, és egyébként Nagy Ervin a nyilatkozataiban, Még. Nagy Ervin a nyilatkozataiban egyébként már már ilyen tanár, mintha ő tehát ténylegesen egy tanár lenne. Hát, pedagógus szakszervezet ülésén ő a fő felszólaló, tehát egyébként ez uh -huh. rendkívül vicces. Tehát a, azért meggondolják, hogy ki eljátszik valaki egy szerepet, és utána abba az adott körbe beleragad, a szerepbe, be. szerep, azért meg vannak veszélyei, tehát láttuk már ilyet. És az a... igazi nagy kérdés, én idefele jövett, egy baloldali portálon hallgattam a Uh -huh. Nagy Ervinnel egy beszélgetést, ahol erő, erősen pedzegették, hogy nem akar -e politikus lenni. Oh, hát és, és hogy... Nem ő az. Te hát te hát, az, hogy nem akarok. Hát amikor részt politikai rendezvényeknek, a főszónoka vagyok, akkor politikus csak, vagyok. Csak hát, a, nem, nem egy mezei politikus, hát, hanem esetleg ne, a, a, a. De most álljon meg, hát nem. Hát mondják a látunk, és totjog, nem látunk, mint a kacsak, akkor az egy színészt, politikusnak most ne, ne az elenés. Például magyar példákat vagyok. Hát eperjes Károly volt parlamenti képviselő, Darvas Iván volt annak ide. De az a rendszerváltozásnak előtt, de, a hajnala volt, ahol... De, bocsánat, de egyik se, nem egyik se abból indult ki, hogy játszott egy tévésorozatba, egy kereső, ami és utána ő beleérte magát de, 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 ebben a szerepbe. De, Szerintem de nem, 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 nem szóval. ennek van a jelentősége, hogy miben játszott. Az a kérdés, hogy van-e olyan elképzelése valakinek, akár önjelöltként, akár hátulról jövő sugásként, hogy mivel már senki eddig nem működött, se politikus a baloldalt nem tudta vezetni, se polgármester nem tudta a baloldalt vezetni, hogy akkor valakit kívülről szerezünk -e ennek az élére. Nem mondod, hogy amelyet mire gondolsz én, én nem, nem jutottam nem el, de most meg... Én csak azt a kérdést vettem fel, hogy nincsenek-e ilyen tervei valakinek, mert akkor az, aki ennek a tervnek a részese, az erősen gondolja meg. Ebben a beszélgetésben, amit hallgattam, háromszor megkérdezték tőle, hogy nem akar-e politikus lenni. Hát én nem tudom, hogy vannak-e ilyen tervek, mert ez... Mindenkinek a makánügyen, hogy mit akar, mert az emberek szavaznak szerintem, és hogyha tényleg színészek akarnak politikusok lenni, ám legyen, és csinálják, de... Szóval visszakönyedve az alapproblémára viszont az, hogy valaki vélemény nyilvánít a, a tanároknak az ügyében az teljesen de nem de van. Mert nem érde van érde te de nem persze, de, de, de nem vélemény... demokráciában élünk, mondjál de, a véleményét. De, hogy már a KH-tó kéne elindulni, tudod? Tehát mert ez, innen indulunk, el... innen indulunk, innen indulunk, ez az alap probléma, hogy van, van, ugye a tanárokkal komoly probléma, ha már ugye idefelé jöved, te rendes voltál, hogy hallgattál egy baloldali, nem tudom micsodát, portált, vagy mi volt az rádióadás, vagy beszélgetés, így van. Én meg a híreket hallgattam, és a hírekbe volt az, hogy éppen egy tanárnő írt ugye egy nyíltelet azért, mert ugye végén amikor jutalmat kellett volna osztani a gyerekeknek, 5000 forintot kapott arra, hogy hat osztály elsőnek könyvet vegyen belőle, 5000 forintból hat gyereknek könyvet. Na most hát... nyilvánvaló, hogy probléma van, nyilvánvaló De hogy probléma van. De nem tagadja van. ezt a probléma jelenlétét. Itt egyébként arról volt Ingen. szó hogy kijelölheti valaki magát egy mozgalom vezetének úgy, hogy egyébként közel nem volt ez három évig. Illetve még egy fontos szempontot behoznék, tehát onnantól kezdve, hogy két hete ez az egész labina elindult, és elindult, ez a nyilatkozat háború, azóta valoldalon senki nem beszél a tanárokról. Egy, egy vakhang nem jött erről de minden másról egyébként igen, és mennek az egyre vállalhatatlanabb és vállalhatatlanabb üzengetés. Az ugye, egyébként ez az egy... tényleg... Oké, okay, de ez egy belterjes az az körre, azt gondolom, és valóban úgy van, hogy mondjátok, hogy ezt, ezt érdemes tudni, hogy most itt a Gábor is utalt arra, hogy aki ezt szerintem ebben részt vesz, azt lerántja a mocsárba. Az a helyzet. Tehát ebben nem lehet egy ilyen, ilyen adokkapokból, a másik sértegetéséből jól kijönni az a helyzet. Itt az alapprobléma, mégiscsak ez, azért mondtam a kh mégis mégiscsak a tanárokkal, de ugye onnan indul ez az egész történet és ott tényleg gond van. Tehát ott, 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 ott minden baloldali mozgalomba találsz ismert színészt. Ne, tehát minde, mindenhol találnak egyet. De te egyébként, egyébként mondanom, mit javasol a, a, a... a színész? Én azt helyesnek mit, a politikai állásfoglalást akár egy színész és mondja Bá, el a véleményét. De, de, Gábor, te, te nap színészekkel dolgozol együtt, te mit javasolsz nekik, hogy... Vagy... Ez, végül, ez egy elég kockázatos dolog. Tehát, hogy ha az ember politikailag színészként állást foglal, akkor azért mégiscsak számolni kell az, hogy rögtön a potenciális őt szerető közönséget az lefelezi. Én én azt gondolom, hogy ha valaki a civil életében bármilyen politikai szerepet betölt, és ez hozzá tartozik az ő létéhez, és ő szeret politizálni, akkor politizáljon, ebben nincs mm. baj. Tehát a, de egy olyan keretek között, mint hogy egy színészhez illik, aki azért egy tanult művet embernek mm. kell legyen. Tehát ahhoz képest kéne viselkedni. Van mm. ilyen színész, de hogyha a színházban már mondjuk nem hozhatja be tehát a munkahelyére nem hozhatja be, tehát hogyha elkezdünk a színházba azon agyalni, hogy ki a jobb és ki a baloldali néző, akkor vége van a világnak, mm. tehát ott nyújtsa azt a teljesítményt, a büfében már lehet róla beszélgetni, és hogyha kimegy a házból, akkor elmet bármelyik tévébe is elmondhatja a véleményét, mert demokrácia van. Mm. Ha valaki ezt bármilyen olyan haszonszerzésre használja, mint ami most van, akkor, akkor avval már egyébként komoly baj van. Ennyi fért bele a 48 percbe, köszönöm szépen a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az m és a addig is tartsák szárazon a puskaport.